Nem csak a nyári főszezon az, amikor tatasok látogatót, turistát fogad a különböző rendezvények kapcsán, sőt, Magyarics Gábor szerint a java még hátra van azoknak az eseményeknek, amikre sok vendéget várnak. A város abban a szerencsés helyzetben van, hogy nem csak májustól augusztusi kínál látnivalót, érdekességet. Tatán és környékén még nem zárult le, azt lehet mondani. Nálunk az itteni attrakciók, meg a látnivalók, az adottságok miatt, hát azt lehet mondani, hogy kifejezetten nem a nyári fő, mondjuk szabadságolási szezon az, ami nálunk erős, hanem a tavaszi, illetve az őszi szezon ugyanúgy hiszen ez az aktív ökoturisztikai kínálat, ami nálunk van, akár a természetjárás, kerékpározás és egyéb dolgok, azok főleg ebben az időszakban nagyon keresettek. Sok újdonságot is igyekezett az Egyesület kínálni idén, ezek között a város felfedezését segítő applikációk, játékos programok is szerepeltek. Egy kicsit a tervezethez képest kevésbé tudtunk előre haladni, de ennek igazából az azok, hogy pár dolgot mi egy pályázat keretében szerettünk volna megvalósítani idén, aminek az elbírálása kicsit elhúzódik. Ezért nem tudtunk úgy haladni, ahogy akartunk, illetve csak arra a fejlesztésekre tudtunk alapozni, amit saját forrásból meg tudtunk csinálni. Ennek ellenére, amiket terveztünk, elsősorban ilyen szabadidős program lehetőségeknek a kidolgozása terén, amit az ideérkező vendégeknek szeretnék nyújtani az elkövetkezendő időszakban, abban előre tudtunk lépni. Ennek alapvetően az volt az oka, Amiért ebbe belefogtunk, mert a működési területünk nagyon megnövekedett. Ugye a Tata is környéken évben benne, vagy nem csak Tatáról, hanem a környékéről, és most már 14 településről van szó, amit be kell kapcsolni a turisztikai kínálatba. Ugye itt alapvetően még Tatán két olyan rendezvény van, ami fontos, és egyébként az úgy gondolom, hogy a szezon meghosszabbításában is szerepet játszik ez a halászat, nagy halászat rendezvény, illetve a vadlú Ezeknek a szervezésében mi, mint Egyesület nem veszünk részt, hiszen megvannak azok a szervek, akik ezt csinálják, viszont a reklám, marketing és egyéb háttér tevékenységben, információ szolgáltatással például a helyszínen mindig ott szoktunk lenni, és ezek természetesen idén is így lesznek.